Sziasztok, kedves pajtások! Hát igen, megint egy Loadout epizód, és most a mai játékmódunk az nem más, mint a Blitz, ami más néven Conquest. Aminek a lényege az, hogy a pálya bizonyos pontjain random mód megjelenik egy zászló, vagyis egy control point, ahogy a felvételben is hallható, control point, igen, és az a csapat győz, aki befoglalja ezeket a zászlókat, értelemszerűen a zászlónak van egy vonzás körzete, abba bele kell menni, akkor emelkedik fel a mi csapatunknak a zászló, és az ellenséget úgy tudja megakadályozni, hogy hát likvidálja az ott található úriembereket, illetve ő vonul be a zászlónak a területére, és akkor neki áll a zászló, szó szerint. És hát elég öldöklő csaták vannak itt, meg kb. 2 méternyi helyen akar lenni egy időben mindenki. Ó, Istenem, Istenem, na, egy emberre már sikerült végeznem. Ó, sikerült még egyen végeznem, nem hiszek a szememnek. Ó, sikerült ezzel is végeznem, 3 embert pancsoltam le egyszerre. Ó, hát végülis a zászlót így se sikerült befoglalni, hát a 4. valószínű az likvidált engem. De reményem szerint a társaim azért már csak már elbirkóznak ezzel az egy emberkével, majd kiderül. Úristen, na vele sikerült végezni, aztán még húzni kéne itt az zászlót, és egy kicsit túlélni, és befoglaltuk az zászlót, és pont utána haltam meg. Oh, micsoda izgalma, kérem szépen. Ja, és értelemszerűen, hogyha befoglalta a csapat a zászlót, és sikeresen meg is tudta azt védeni, akkor a pálya egy másik random pontján egy új kontrollpont jelenik meg, amit ugyancsak el kell foglalni mind a két csapatnak, és hát te azt hiszem egy zászló foglalás 500 kort jelent, és vagy 3500, vagy 4000 korszig tart a mérkőzés, már nem tudom nektek pontosan megmondani, de majd úgy is kiderül a felvétel végére. Hát igen, egy zászló foglalás 500 kor, akkor csak jól emlékeztem erre a részére legalábbis. Hát de, mit láthatok, az elég öldöklő csaták vannak, és a fegyverekbe sem nagyon válogatnak a lágajok úri emberek. Még nem jöttem rá, de ilyen túreteket is le lehet rakni, meg már van olyan ember, csak ilyen dobozokat is, ilyen medic pakokat is tud dobálni nekünk. Majdnem tiszta Battlefield a járműveket kivéve. Jaj, Istenem. Na. Sikerült befoglalni ezt a control pontot. A pálya random részén még most is találhatók ilyen medic pakok, úgyhogy fel lehet azokat is venni. Most olyan szerencsém volt, hogy nagyjából pont ide az orrom elé jött a control pont, és értelemszerűen azért is kapunk pontot, hogyha csak húzzuk az zászlót, ha nem foglaljuk be, attól függetlenül mi még kapunk pontot. Ó, és sikerült végezni az úriemberrel, viszont ő is végzettenünk. Ó, bevám. Hát igen, eléggé, hát az a Blitz az egyik izé, hogy is mondjam, a legpörgősebb játékmód a Loadoutba. Szerintem az egyik legpörgősebb. Ó, az ága jó túretedet vinted volna, tudod hová. Na, sikerült végezni az úriember, és hála ég a túret sem minket pusztít, úgyhogy nyugodtan tudjuk húzni az zászlót. Még mindig jön, próbál behatolni ide az ellenség, de még nem tud, igen, és sikerült megállítani, és oly, megvan az újabb kontrollpont, ez az. Ó, de még megint jön egy úriember, hát nem hiszem, veletek mennyien vannak, és mindengem akar. Na, mindeset azért sikerült a javarészét megállítani. És az újabb állomásra kéne menni. Ez az egyik kedvenc kontrollpontom, egészen egyszerűen azért, mert a pálya legalján van, általában mindenki oda akar begyűlni, és hát értem, egyszerűen a legkönnyebben úgy tudjuk pusztítani ilyenkor a drága jó ellenséget, hogy gránátokat haigálunk a kontrollpont közvetlen közelébe, hisz hogyha húzni akarják az zászlót, akkor értelemszerűen ott kell legyenek, és hát kb. 100%-os találati arányal tudunk ilyenkor dolgozni. Ó, és sikerült befoglalni a zászlót, nem hiszem már, akkor a májerek vagyunk. Istenem, begyújtalak, téged is begyújtalak, hát de azért drága jó kollégája megmentette az életét. Hála égnek, ez a gyújtogatós amó az kezd nekem egyre jobban szimpatikus lenni, hisz a halálom után is tudok még vele büntetni, hogyha kellő mennyiség, kellő ideig lesebeztem az illetőket. Ó, mennyi medik izé, hát nem fogunk itt egy hamar megpusztulni, úgy érzem. Megvan a kontrollpont, és már csak ezt az új embert kéne megállítani, azt hiszem, ez sikerülni is fog. És hát sikerült megállítani, viszont én is meghaltam szépen. Az a baj, hogy mindig olyan sokan vannak, és én olyan egyedül vagyok, magányos, igen. Mindenesetre eddig jól áll nekünk a zászló, 3000 korsz van a mi birtokunkban, és hát nulla az ellenfél javára. Hát ez a őket dicséri leginkább. Volt olyan játékom is, ahol én pont fordítva volt ez a helyzet, de mondjuk ott azért már tényleg nem tudom milyen fegyverekkel pusztították el a sejhajomat.
Úristen, nem hiszek el. Szememnek már megint szétrancsíroltak. És még mindig nem sikerült befoglalni ezt a nyomorúzászót, úgyhogy ideje lesz belehúznom. És kicsit cseles leszek és dobok oda egy gránátot. Úgy, jó van, kicsit meggyújtogatom ott azt az emberkét. Aztán hagyom, hogy meneküljön. Aztán megint dobok egy gránátot. Ó, és a távolból lőnek rám, lőnek, és nem akarom, hogy lőjenek, és hát megsemmisült az illető úriember, a következő úriember, Na nézzük, el tudjuk-e kapni. És nem, túl erő már megint lejövött. Amúgy azt észrevettétek, hogy az előző három, most hát már ez a harmadik játékmód, amit bemutatok nektek, és hát azért kb. Jó, hogyha az egyes KD-t sikerül megmondani, mégis mindig én vagyok az első. Még nem láttam ilyen lövöldözős játékot, ahol ezt úgy különösen nehézség nélkül lehet kivitelezni, csak a, hát mondjuk értelemszerűen itt vannak a játék stílusbeli különbségek, mert a playerek azért jelentős része mindig arra törekszik, hogy minél több embert megöljön, és gondolom nullaszor halljon meg. És hát végig is a játéknak. Nos, hölgyeim és uraim, nem tudom befejezni a kis mondókámat, de majd a következő modnál áll, és megint életem a legjobb player. Köszönöm a megtekintéseket, a következő részig. Sziasztok, hello!